hivatkozóvel én, fiam, mert én kiszámítottam, hogy ennek a villának az évi kamata sokkal többe kerül, mintha egy ének hónapot nyarolnék a tengerparton. Én mégsem adom el ezt a villát, mert ez egy paradicsom. Te könnyen beszélsz, fiam, mert te ide jössz vikendezni, de én tavasztól őszi kirlódom benne. De ezek a régi nemzetes asszonyok azok nem így beszéltek. Engem a régi nemzetes asszonyok nem érdekelnek. Eladjuk a villát és bassz. Igazán van, Kovács úr? Nagyságos asszonyom, ez a családi, én ebben nem szólok be. Egy régi nemzetes asszony az boldog volt, hogy a kertben tevékenykedhet, sürgölődhet, jöhetett, mehetett a ház körül. Csak te elfelejted, hogy a régi nemzetes ember szintén boldog volt, hogyha a kertben és a ház körül serénykedett és tüsténkedett, s nem a kocsmában volt és kártyázott, hanem a méhesben volt és pipázott. Na de kikérem magamnak, én nem kártyázott. Én egész héten a fővárosban vagyok, rengeteg dolgom van, hétvégére végre kijutok ide, nem hagyjuk el a házat, és kész, pasz! Mit szól ehhez, Kovács úr? Nagyságos asszonyom, ez a családi, én ebben nem szólok. Még ha családi ügy, én akkor is eladom ezt a villát. Hát nem rúgom magam én ide bezárni, hogy a férjem nekem nyugodtan fickándozzon Pesten. Már be is jelentettem egy ingatlan ügynökségnél. Na jöjj, Kovács úr! Megmutatom magának a kertet. Micsoda paradicsom az, amit az én kertes feleségem el akart kótya vetélni. De ezek egy régi nemzetes asszony az. Jaj, Istenem, hogy minek rendeltem ennyi jókai könyvet? Na mondja, Kovács úr, miért jött ki maga ilyen hirtelen gödre? Kérem, nemzetes úr, illetve bocsánat, főnök. Ma reggel elvitte Micikének a pénzt, és a Micike azt mondta, hogy esküdjed meg, hogy a főnök úr kijött ide gödör. Na és, kérem, hát én megesküdtem. Na és. Mert a Micike azt mondta, hogy a főnök úr nem gödre ment, hanem elment Bécsbe egy hölgyet. Igen, ezt mondta. Hát akkor ez a rang hülye, tiszta hülye. Én is pontosan ezt mondtam neki szóró. Micike maga egy hülye. Igen, hát az ő magának mégse kellett volna ezt mondania. Nekem mégse kellett volna mondanom. Maga is hülye. Igen. Hülye. Az az igazság, hogy én mégis mondtam neki. Erre ő azt mondta, hogy még ma ki fog ide jönni gödre. Ki jön ide gödre? Igen. És megnézd, hogy a nagyságos úr itthon van. A kertben terítettem. Mi van, Marian, korán vacsora? Miért lenne korán? Hát 8 óra van, nincs korán. Ja, igen, vidéken, na jön, Kovács. Csak ön után, asszonyom. Na jön, Kovács. Nekem itt dolgom van. Csak ön után. Na jön, már Kovács, valahogy ki. Hol tanult ennyi illendőséget? Csókolom a kezét alázatos tisztelettel. Jó napot kívánok! Jó napot! Derék benne a nevem az. Örvendek! Mit óvaj? Kérem, én az ingatlannal kapcsolatot próbálkozom. Jaj, hogy maga az az ember, aki megnézi a villát? Mi az, hogy megnézi, kérem szépen? Megvásárolja! Jaj, hát tessék helyet foglalni! Köszönöm! Mint ügynök, vagy mint pedig? Mi az, hogy ügynök, kérem szépen? Mint vevő? A magam részére szeretném megvásárolni ezt a villát. Én csak egyre kérem magának, hogy maga miért van itt, mert ő még nem akarja eladni ezt a villát. Értem. Én aztán majd kitalálok valamit. Minden esetre én megyek és hozom a tervrajzot. Minek a tervrajz? Hát, hogy megnézze a villát. Hát én megnézem, kérem szépen, a villát magát. Jó, de én nem akarom, hogy az uram valamit is megsejtsen. Értem. Kivinném a kabátomat, mert nagyon hűs a lény. Hogy maga milyen fagyos, Kovács. Na, én akkor hozom a tervrajzot. Rendben. Jó napot. Derék maga, mit keresi? Hát, nem sokan.
Magának még mindig nincs állása? Most mit szolgozzam? Hát nincsen. Hát akkor miből él? Hát nézze, hát a semmiből. Erik úr, itt a tervrajz. Ja, igen, a tervrajz. Igen. Na, de az uram egyelőre ne sejtsen semmit. Isten ments. Mi az? Derék úr intézi a ház eladása? Nem, hát ő veszi meg a villát. Tessék, Derék úr, hát nézze meg a tervrajzot. Én kimegyek, és vigyázok, hogy a férjek nehogy ide bejöjjön. Jó, Isten ments. Az uramnak maga ne szóljon egy szót sem. Én meg sem tudok szólni. Maga nem látott és nem hallott itt sem. Megértette? Maga egy gazember. Maga egy szélhám. Mit érem magamnak? Nem vagyok szélhám. Ide hallgassuk. Én egész héten lótok, futok, hogy egy darab kenyérhez jussak. De legalább hétvégén, vasárnap. Szeretnék egy kicsit tovább aludni. De nekem nem lehet. Hát nekem nem lehet, mert nekem veszekedni kell otthon, mert az etelka egy sárkány. Hát ki az az etelka? Hát ki hát? Hát a felesége. Nézd, nem azért mondom, de egy forzalmas teremtő. Hát mi köze ennek ehhez? Hát honnan van magának pénz, hogy megvásárol ezt a villát? Hát nincs pénze. Hát nincs pénze, ezért vagyok itt. Hát én ezt nem értem. Nézze, elmagyarázom. Én minden héten bemegyek egy ilyen ingatlan közvetítő irodába. Megérdeklődöm, hogy kinek van eladó villája. Leírom a címe, hétvégén ott maradunk egy napig. S ha nem tetszik a villa, akkor egész más a helyzet. Akkor is ott maradunk én. Mutatunk egy kicsit hajlandóságot, ha meg szeretnék vásárolni a villát. Erre a tulajok elkezdnek kedvesek lenni, meg aranyosak lenni. És akkor van az tovább módhoz. Így van. Szombat reggel érkezünk, vasárnap este távozunk. Megvan a heti vikken ingyen. Hát ez egy aljasság. Hát tudom. Hát én csinálom. Hát nem szégyeli maga? Nem. Érdekes, de nem. Hát legyen egy kicsit. Testes ember. Megszokja az ember. És mondja mégis, mióta csinálja ezt? Mióta kérem szépen, ne? Három év. Három kerekesztem. Elején egy kicsit nehezen ment a dolog. Kevés volt az eladó villák száma. De most, hogy bejött ez a nehéz gazdasági helyzet, annyi az eladó villa, hogy alig bírom úti költség. Nézze, Kovács! Szép kis nő ez az etelka, hogy egy ilyen aljasságba bele... Kikérem magamnak. Az etelka nem tud semmiről semmit. Hát az bevallom, hogy egy borzalmas teremtény. De azt elismerem, hogy nagyon buta. Nézze, Kovács úr! Minden férfi valamilyen féleképpen főzi a nőket. Egyik, hogy gazdag, másik, hogy szép, harmadik, hogy okos. Én azzal főzöm a nőt, hogy elviszem, mit kendőzni. Az Isten szerelmére elárulja a dolgot. Ha holnap este elutazunk, majd se vagy. Na, Derék úr, tetszik a villa? A villa, tulajdonképpen még nem is láttam. Hát de odaadtam a tervrajzot. A tervrajzot nagyon. Az nagyon tetszik. Önnek volt már villája? Hogy volt-e villám? Volt! Volt? Hogy ne lett volna? Volt. Hol is volt? Volt, ott volt, Leán faluban. Ott volt. És? Csak eladtam. Eladtam, felének sem villa is. Hát ugyanis eladtam el. Nem volt benne vízvezeték, kérdés. Na, hát akkor ugye mi sem fogunk megegyezni. Hát miért az Isten szerelmére? Hát mert ugye itt sincs vízvezeték. Nem kell ide vízvezeték, kinek vízvezeték. Hát
Itt folyik alattunk a Duna. Hát Leányfalun is ott folyik a Duna. Ja, csak micsoda a különbség, az a Duna, meg ez a Duna. Már megyek, kisasszonyom. Maga ismeri Kovács urat? Ismerem, asszonyom. Tudja, ami volt, miből rengeteget kártyáztunk. Na mindegy, mindegy. Most inkább beszéljünk a villáról. A villa, igenis, a villa. Asszonyom, mondanék én valamit. Igen? Hagyjuk most ezt a terrazot. 8 órás vonattal megérkezik a kedves felesége, és akkor szeretném, ha együtt megnéznék a villát. Nem lehetne inkább holnap, amikor az uram elmegy a strandra? Holnap csak, ugye az a probléma, asszonyom, hogy ugye nincs hol aludnom. Hát nincs senki ismerőse itt Gödön. Fájdalom, asszonyom, senkit a nagyságos asszonyok kívül nem ismerek. Esetleg, ha volna egy üres szobája, hogy behúznám magam reggel. Hát mit mondjak az uramnak, hogy kik maguk? Hát miért nem tetszik azt mondani, hogy én vagyok az unokaöccse? Hát jó, akkor az unoka bátya. Nem, az nem jó. Inkább azt fogom mondani, hogy az ön kedves felesége az én régi barátnőm. Remek ötlet! Madarat tollám! Én gyorsan kimegyek az állomásra, 8 órás vonattal megérkezik a feleségem, és akkor együtt ide visszajövök megnézni a villát. Megígérem, asszonyom, sietni fogunk, vacsorára visszaérünk. Nagyságos asszony, kérem, főnök úr kérdezte, ti nem is szeretne kártyázni. Nem, nekem arra nincs időm, hát én vendégeket várok. Vendégeket? Igen, persze, de Rék urat és a feleségét. Itt fognak vacsorázni? Igen. És itt is fognak aludni. Itt fognak aludni? Igen. Miért? Talán van valami kifogása? Nincs. Mi ez a vikkel célhámos? Kovács úr, ha maga, ha ön velem továbbra is jóba akar lenni, akkor nem mondja meg az uramnak, hogy miért van itt Derék úr. Én majd bemutatom őket, mint kedves régi ismerőseim. Megértette? Igen. Jó estét! Maga itt van? Micsike, maga azonnal takarod, hogy nem innen? Nem kell megijedni. Maga kettőt számol, és én már itt sem vagyok. Na jó, egy-kettő! De előbb mutassa meg nekem Kalmár. Mert ha Kalmár itthon van, akkor nincsen Bécsben. És ha nincs Bécsben, akkor én már megyek is. Hát persze, hogy itthon van. De azonnal takarodjon, nem, mert mindjárt jött a nagyságos asszony. Nem bánom, de előbb mutassa meg nekem Kalmár. Hát hogy mutassa meg a főnökömet? Vegyem el a fal zsebemből? Hívja ide. Ha itthon van, hívja ide. Jó, de akkor el tetszik menni. Egy-kettő. Na jó, de akkor egy-kettő. Jaj, jó estét, drágám. Hát maga már megjött. Hát Örvendek, én Kalmárné vagyok. Örvendek? Jaj, hát helyezze magát kényelemben. Igazán örülök, hogy megjött már. Igazán? Hát igazán, kétség kívül. Na, majd vacsora után, majd aztán megmutatom itt az egész villát. Különben is, hát itt van a szobájuk. A szobánk? Persze, hát itt fognak aludni. Hát én nem azért jöttem. Jaj, hát tudom, hogy nem azért jött, de ha már itt vannak, hát érezzék jól magukat. Na, jöjjön. Nem valami kényelmes, nézze csak, hát... Igazán kettejüknek egy éjszakára azért gondolom megfelel. Kettőnknek? Persze. Na, jöjjön, helyezze magát, jöjjön bátor, helyezze magát, kényelem. Hát, nem is tudom. Jöjjön. Hát itt igazán mindent megtalál. Mit kell az Istené? Mi van? Hát nincs itt.
Te szállj meg itt, vó! Mi van, maga ugrat engem? Biztosan belátta, hogy ez egy lehetetlenség. Tehát itt a ligyesnő. Intelligensnő? No, 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 no. Á, nem nagyon intelligens. De lehet most ebben a pillanatban az volt. Jaj, maga csak helyezze kényelembe magát. Jaj, kedvesem. Hát, micsoda meglepetésért engem. Igen. Igen, igen. Az előbb, amikor én ide bejöttem. Hát én itt találtam egy kedves régi ismerősömet. Régi ismerős. Igen, igen, egy kedves barátnőmet, tudod, egy fiatal csinos asszonykát. Majd meglátod. Na de itt a férje, Derék. Megjött a felesége. Na, egyik könyvek. Most jön az állomásról, kérem szépen, nem érkezett meg. Megérkezett, hát itt van a szobában. Úristen, úgy látszik, elkerültük egymást. Na jó, hát mindegy. Én mindjárt utána nézek a vacsorának. Mondja, szereti maga a csirkét? Jaj, nagy. Igen? És hogy szereti? Rántva vagy paprikásan? Ahogy hamarabb elkészítjük. Ja, hogy maga nagyon éhes. Jaj, ha nem vagyok épp jól lakva. Bravo, bravo. Szeretem az olyan vendéget, aki jó ízűen tud enni. Megígérem, asszonyom, halálosan belém fog szeretni. Nem szégyeli magas? Maga itt akar vacsorázni? Kikérem magamnak. Engem itt meghívtak. Na de Kovács úr, ahogy beszél maga az én vendégemben? Igen, igen, hogy beszél a vendég? Vendég? Hát tudja ki ez az ember, főnök? Nem, kicsoda ez az ember? Hát ez egy Vicken szélám. Azzal akarja behízelegni maga, hogy megvásárolja a villát. Pedig egy vasasi. Igen, hát akkor kérem talán. Nem lehetne esetleg ott távozást a vacsora utána haladni? Fogja a kártyát és kérem távozik. Maga meg jöjjön Kovács. De elég maga távozzunk. Meg a Máj Kovács, ezt te még megkeserülöd ezt. Na, na, tűnjön el innen. Szép kis Vicken, nem mondom. Úristen. Mit kapok ezért az Etelkától? Nadd lássuk. Etelka! Etuskám, szívecském! Imszóka! Csókolom a kezét. Jó estét! Mondja kérem, az Etelka bent van a szobában? Miféle Etelka? Hát az imént azt mondta a nagyságos asszony, hogy Etelka benn van a szobában. Á, szóval Etelkának hívják a hölgyet, akivel engem összetévesztettek. Összetévesztették? Hát ez hiszen nem is hasonlít magára, és a hajós. Na de Rék úr, hát ugye, hogy megjött? Már megjött, már kicsoda vagyok. Hát a felesége. A feleségem megjött? Hát megjött, jaj, de furcsa ember maga, Derék úr. Hát ha nem jött volna meg, hát hogy állna ott maga mellett? Hát igaz, ha nem jött volna meg, hát hogy állna ott meg? Mióta házas? Hogy mióta vagyunk házasok? Mi ketten. 5 év. Ökkel kezdtem. És gyerek az van? Gyerek az van. Hány éves? 6. Most mondta, hogy 5 éve házasok. Na jó, akkor legyen 4, de ez az utolsó. Várjanak csak, én majd utána nézek mindjárt a vacsorának. Jaj!
Most jut eszembe, hát hiszen a szobában csak egy ágy van. Na, na nem baj. Na majd felhozatok én egy sezont. Jaj, ne tessék, Páron! Teszi nekünk az a hübbesia! Hát persze, hát hiszen maguk házasok. Hát persze, mi házasok vagyunk. Jaj, hát ne restelje magát, drágám! Jaj, ez a kis nyuszó! Cégelős a gyorszó, hát ne tegyél magad, jó? Igazán nem mutassam fel azt a sezmunt. Jaj, ne tessék fáradozni! Egy lépésre, hiszen nekünk nagyon megteszi az a hitvesi. Hát köszönjük szépen. Jaj, cicus! Azt mondjam, az Isten szerelmére, árulj el a dolgot, mi folyik itt? Azt mondja meg, miért kell én azt vállaljam, hogy maga férje vagyunk? Én ugye úr érte? Nézzel rá! Hát bevallom, hogy én a Kalmár barátnője vagyok. De hát maga Kalmár barátnője. De ki az a Kalmár? Ennek a hölgynek a férje. Tehát az itteni házigazda barátnője. Tudtam, hogy valami ízlet lappan. Semmi azt mondjam, semmi. Ezért a gazemberek akartak engem jönni, igaz? Na megállj! Maradjon itt, szépen asszonyom. Én mindjárt visszajövök, mindent elintézek, mindent. Én te jobb, hogy nem jött meg az eperna. Jó estét! Ez a Kalmár villa? Igen, ki tetszik keresni? Uramot! Miket eljöttünk előre? Nincs itt az uram? Talán a kedves Eterka? Ó, már a nevemet is tudja, igazán őrlendő. A férje már beszélt önről. Jaj, de addig fáradjon be ide a szobába, drága. Köszönöm, kicsit felfrissítem magam. Jó mulatást, drágám! Hát elég úr, egy szót sem! Magunk akartam engem kirakni? Dehogy akartuk, de akartok! Az Isten szerelmére könyörgök! Az Isten szerelmére könyörgök, hallhaj el, hogy Micika a felesége! Bánom! Különleges eset elvállom. De feltételem van. Micsoda, micsoda feltétele van? Ne legyen sezlon! Jaj, megígérem, nem lesz sezlong, nem lesz sezlong. Ön beleegyezik? Beleegyezek. Rendben, várom. Na uraim, kész a vacsoram. Jaj, Derék úr, hát gratulálok. Hát nagyon szép nő a felesége. Jaj, köszönöm, hát ugye az ember igyekszik a legszebbit választani. És nagyon szeretik egymást. Jaj, nagyon. Mint a galambok. Hallod, fiam? Hallom. Jöjjön, asszonyom! Vacsorom! Jó estét! Derék úr, hát mit jelentsen ez? Mit jelentsen ez, asszonyom? Ez azt jelenti, hogy hosszaságos ez, no?